Szóval a ti parasztoriaitokra fogok... Paraszt sztori! Paraszt vagyok! Nem értettem jó! Na, ezután a videó után meg jó, be fog támadni a tejfokkommandó! Herkules a kedvenc bátorhősöd videója következik! Sziasztok, srácok! Hazzák, ne ijeszges, mert múltkor is elmondtam. Itt a csatornán. Ez a videó egy nagyon különleges videó lesz. Júj, már az elején el kell mondani, nagyon különleges lesz, hogy nézd végig, úgyhogy maradjatok itt, az én videóm is nagyon különleges lesz, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, mert különleges lesz. Különleges lesz. Ne basz. Menj már a fenébe. Most a ti para történétei. Húsátok, már nagyon késő van. Szóval... Jó, már nekem is mindjárt mennem kell dolgozni. Ti paraszt sztoriaitokra fogok rá... Paraszt sztori. Leginkább most azokra, amiket Instagramon küldtetek nekem. Viszont láttam, hogy itt YouTube-on is többen írtatok, úgyhogy ha tetszik nektek ez az új videósorozat, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot. Majd a végén eldöntöm, hogy nyomok-e? De én biztos végig fogom nézni, mert akkor nem tudnék reagálni. Egy második részt, ahol a YouTube-os parasztoriaitokra fogok reagálni. YouTube-os paraszt sztoriaitokra, érted? A YouTube-os. Na de ahogy mondtam, hogy tetszik a videó, ne felejtsétek el lájkolni. Jaj már, like. Nyomjatok már neki lájkot, de már az elején. Azt sem tudod, miről szól a videó, de már nyomj egy lájkot, mindenféleképpen. Az enyémre akkor nyomjatok csak, ha végignéztétek, és tetszett. Ha nem, akkor is. Tettétek meg, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára, és akkor... Ja, és iratkozzatok föl, de majd akkor, ha végignéztétek, és lájkoltátok, és tetszett. Meg ha nem, akkor is. De most nem is húzom itt tovább a szót. Let's go! Let's go! A sztorikat, a közben sminkelek, elkezdtem ne! Ja, szóval arra gondoltam, hogy sminkelni... Ez majdnem olyan, hogy nekiállnék parasztorikat felolvasni, amit beküldtök nekem, és közben meg nekiállok fát vágni. És akkor bement a sötét utcába, ami ki volt világítva. Ezután észrevette Gyula, hogy az úton ott fekszik valami bigyula. Már nem tudom, hogy így felkézzel majd hogy fog menni, majd kiderül, lehet, hogy aztán a végén csak felolvasom nektek, aztán reagálok rá, így fogalmam sincs. Úgyhogy akkor kezdjük is el a videót. Arra gondoltam, hogy mielőtt belekezdek a sztoriba, vagy a sztorikba, elmesélem nektek, hogy mi történt velem, tehát hazaértem a nyaralásból. Valaki írta nekem kommentben, vagy itt YouTube-on, vagy Instagramon, már nem is tudom pontosan. Már tudja tököm, érted? Ki tudja, annyian írtok. Hogy van egy olyan érzésem, hogy amikor hazaérek Olaszországból, akkor fog történni valami, fogok kapni egy levelet. Levelet kaptam live! És gyerekek? Ennek a valakinek igaza volt, nem emlékszem. Baszki, én is kaptam egy levelet, hallott? Képzeld el, hogy fizessem be a számlát. Már hogy ki volt sajnos. Pár nappal rá, tehát nem pont akkor, amikor hazaértem, pár nappal rá találtam valamit a postaládában. Vártam egy nagyobb... És itt kivágta, találtam valamit a postaládában. Hát azt általában én is szoktam. Vagy reklámújságot, vagy számlát. Ez a kettő, de az tuti. Pontos levelet. És nagyon para, hogy a számla soha nem késik. Elég sűrűn néztem mostanában a postaládát. És képzeljétek el, benne volt egy három oldalas levél. Nem egy ismeretlen egyébként, mert aláírta. De tudom a nevét, nyilván nem ismerem, tudom a nevét. Főleg, hogy aláírta, nem? Keresztül taglaltam, hogy pontosan hogyan is találta ki a címemet, és honnan is tud rólam dolgokat. Úgyhogy szuper, de szerencsére a végére odaírta, ami nagyon megnyugtató. De a végére odaírta, hogy ne aggódjak, mert nem fogsz stalkolni. Jaj, de miért kell a gyerekeket? Figyelj, Szandi, most komolyan, tényleg. A múltkor pozitív a videóm volt rólad, de gyerekeknek gyártod a videót, akik odaírogatják kommentben, hogy nagyon jó volt a videó, hogy légy, csinálj még annyira jó, nagyon para minden. Miért kell ijeszgetni a gyerekeket, hogy téged valaki követ, meg levelet írogat neked? Ha valaki írogatna neked, meg követne, akkor ezt nem így mesélnéd a videóba, hanem feljelentenéd a büdös picsába, mert az már zaklatás. Kedves gyerekek, Szandi ezeket csak kitalálja, hogy nézzétek a videóit. Hazajövök gyaralásból, azt ott a levél. Júj, mi lesz? Köszi. Na, akkor bejöttem a házba, és úgy döntöttem, hogy kipakolom a szekrényt, és én inkább beköltözök oda, aztán lakatolom, mert én többet nem akarok előjönni. Kicsit pánikba estem. Na mindegy, ezt most csak így előjáróban. Ja, és amúgy a légkondi az sajnos, mert légkondi, bár csak gyerekek nem. Szóval a ventilátor az megint menni fog, mert tényleg megolvadok, hogyha nem megy. Na kezdjük is az első sztorival,
amit Hanna írt nekem Instagramon. Szia, Szandi! Nagyon szeretem a videóidat. Most is azokat nézem. Annyira jók! Annyira jók, hogy ijeszgetsz minket! Jó videó! Elek Robi 2, csak lányba. De nem áll. Nagyon örülnék, ha engem is beletennél egy videóba. Az én ijesztő történetem. Már rendesen félek. Egyik nap elhunyt a nagymamám. Az mondjuk nem jó. Temetése napján felhívott minket telefonon. Ez nem tudom, hogy történt, de az elhunyt nagymamám telefonszámja és névjegye volt. Tehát várjatok, újra tervezés, tehát... Ez nem tudom, hogy történt, de az... De amúgy rátszárad a smink, kend már közbe. Elhunyt nagymamám telefonszámát írta ki a telefon. Tehát, hogy ha jól értem, akkor az történt, hogy... A temetés napján megcsörrent a telefon a családban, és a nagymamának a telefonszáma volt kiírva. És mondjuk a családtag az nem tudja megfogni a telefonját és azzal hívni? Aki egyébként elhunyt. Először is részt vettem a nagymamád miatt tényleg, másodszor ez duplán borzasztó, tehát én nem is tudom, hogy reagálni kell, valószínűleg kidobnám a telefont. De miért? Azt tuti. Másodszor esetleg még azt tudom elképzelni, hogy valakinél volt a család többi tagján esetleg a telefon. Na, látod, ez már pozitív, én is ugyanezt mondtam, Szandikám. És nem, bár mondjuk miért telefonáltak volna arról? Miért ne? De hát hogyha ilyen történt, akkor miért nem vették fel a telefont? És akkor kiderült volna, hogy ki hívja őket, nem? Nem tudom, utálom az ilyen sztorikat, ezek annyira félelmetesek szerintem az ember. Bazzeg! Mire vállalkoztam megint ebbe a videóba? Tudja, hogy mit gondoljon, és azt hinnétek, hogy nem léteznek ilyen sztorik, de vannak ezek... De vannak, hallod, valaki a családból megfogja a telefonját, és telefonál vele. Nem hinnétek el, ez nagyon para, de van ilyen. Ezek sztorik tényleg léteznek, ezek annyira ilyen természetfeletti dolog. Természetfeletti dolog, hogy valaki a családból megfogja a telefont. Jó. Olyan mondom, srácok, én már akkor meg vagyok ijedve, amikor ilyen sztorikat hallok, vagy olvasok. Hát még hogyha ez velem történne meg, mondom, elhajtanám a telefont, elköltöznék. Költözzel minél messzebb. Telefonszámot váltanék, nevet váltanék, és ja. Ó, Istenem. Jaj. Telefonszámot váltanék, nevet váltanék, elköltöznék, hallod? Hallod? Csörgött a telefon a házba, de már nem fog. Félelmetes videókat csinálok egyébként ide a YouTube-ra. Hú, hallod, annyira félek, basszus kulcs, hogy a 8-10-12 éves gyerekek biztos félnek, de annyira félelmetes, hogy semennyire. És az a baj, hogy ijeszgeted őket, te is, meg az Elek Robi is. De majd az Elek Robiról is lesz videóm, nem sokára. Úgyhogy Tejfog Kommandó, készüljetek fel a billentyűzettel, és írjátok nyugodtan, hogy én miért kötök bele szegény Szandiba? Ez nem belekötés, elmondom a véleményemet. Nem ugyanaz. Amúgy egy horrorfilmet sem merek megnézni, mert nagyon ki vagyok ezektől. Aztán meg, amikor elmegyek ilyen random outing appos túrákra, úgy jövök haza, hogy utána nem tudok egész éjjel aludni. Na nézzük a következő sztorin. Ennyi? Ez volt a sztori? Ne basz! Ezt Dajkai Viki írta nekem. Vagytok, kiszedem belőle a lényeget. Ez a sztori már több évvel ezelőtt történt, amikor még fiatalabb vagy. Gondold el, mennyivel lehetett fiatalabb, mikor így is szerintem ilyen 10-12 éves. Gondolom 3 éves korában történt. Aludt. Az nagyon para, hallod? Aludt. Természetfeletti, nem? Hogy valaki alszik. Vagyis az anyukája ott aludt velem, amíg elalszik. Azon az éjszakán aludtam, anya átment a szobájába, és valamikor szerintem éjfél és 3 óra között lehetett, de nem tudja pontosan. A 3 órát azért írják, mert te is ezzel szólsz, hogy 3 órakor ne egyéb Burger Kinget, 3 órakor ne emelt föl a Magic Mouse egeret, mert akkor nagyon para történetek lesznek itten mostan. Felkelt magától. Tőlem? Egyébként tegezzél nyugodtan. Bazeg, magától kelt föl, hallod? Ezt tényleg, annyira para sztori, komolyan mondom. Hallod, ilyet? Szinte hihetetlen, hogy magától kell fel valaki. Mondjuk hajnali 3-kor magadtól kelsz föl, mert hajnali 3-kor, ha a postás csönget be, na az már para! Vagy ha a szomszéd hajnali 3-kor füvet nyír, na az lesz neki para. Olyan paranormális tevékenysége lesz, hogy állna belé a motoros fűkaszály a seggébe. És hallottam, hogy halkan valaki mondja a nevem, hogy Viki. És ez többször, kb. 5-ször vagy 6-szor ismételte el gyorsan.
Ez akkor lenne para, hogyha nekem mondaná azt valaki. Viki, Viki, szok le az energiait arról, egészségtelen, írta a Wikipédia. De aztán eszembe jutott, hogy nem Viki vagyok, hanem Herkules. Bebújt a takaró alá, majd reggel... Mármint ki bújt be, aki mondta, hogy Viki, vagy ő? Megkérdezte az anyukáját, hogy ő szólította-e, és mondta, hogy nem. Aztán ebbe lehetne egy csavar, hogy a lányának válaszol, hogy nem én szóltam neked, és utána leesik neki, hogy a lánya nincs is ott. Csak a hangok kérdezték tőle, hogy hallott-e hangokat. Lehet, hogy beképzelte, de nem hiszi el. Annyira valóságosnak tűnt. Majd utána este mondta anyukájának, hogy maradjon ott vele egész éjszaka, mert nagyon félt. Hát megértem, és elmondom neked, hogy, vagy így nektek, hogy elég sokan írtatok hasonló sztorikat, hogy hallottatok már, hogy a... Hallottatok már a neveteket, hogy valaki szólít titeket, holott közben elvileg senki nem szólít. Engem is szokott a főnököm, akkor az is para sztori. Hát rengeteg ilyen sztori van az interneten. Velem egyébként ilyen még nem történt. Szandi! Ez ebben a házban megtörténne, akkor tényleg már, ahogy az előbb a telefonszámomat leváltottam, a kulcsot dobnám is el, és költöznék. Költözzem minél messzebb. Ja, és költöznék ezt a kulcsot, eldobnám, és még csak úgy gyújtanám föl, és gyújtanám a házat. Ha valaki azt mondaná fülembe, hogy Szandi! Azt mondta, hogy Szandi, már többet nem fogja a szemszet. Ne ijeszgesd már gyerekeket, légy szíves. Főleg ilyen hülyeséget nem mondjál már. Egyszer majd az anyja azt mondja neki, hogy Viki, azt elköltözik, vagy mi? Nem már. Elköltöznék, tehát, hogy nem, ez számomra ez hihetetlen. Számomra ez hihetetlen, hogy kimondják a nevemet. Herkules! Valaki kimondta a nevemet. Már eleve azt mondják, hogyha hajnali 3-kor felébredsz, hajnali 3-kor már ébredtem egy párszor, mert mentem dolgozni. Az kurva para volt. Így ittem a kávét hajnali 3-kor. Azért van, valaki figyel téged álmodban. Tehát valaki ott áll az ágyad mellett. Figyelj, nekem be van kamerázva a szoba, és még sose láttam, hogy állt volna mellettem valaki. De hogyha valaki nagyon parázik, akkor érdemes venni egy kamerát, és kapcsoljátok be éjszaka. És akkor meg fogtok nyugodni, hogy csak a Szandi és az Elek Robi ijeszget titeket. Oké? Okay? Nincs ott senki, nem áll ott senki a szobába. Jó? Most azt el tudom képzelni, hogy ez hajnali 3-kor történt. Jaj, de miért 3? És akkor ez a valaki, aki ott állt az ágya mellett, azt szólította a nevén. What the fuck, úristen. Gyerekek. A függöny nincsen teljesen behúzva, és én ilyenkor frászt kapok. De most, jaj, nem, ne. Jaj, hallod, a függöny nincs teljesen elhúzva. Annyira parázok, lehet, hogy néz valaki. Hát húzd be a függönyt, bazeg! Menj oda, azt húzd be a függönyt! Ki tudja, hogy kiállott az ablak előtt? Ki tudja, jól! Mondjuk én a hajamat nem tudom így izélni, mert nincs. Utálom oda menni, behúzni a függönyt, és akkor nincs az, hogy valaki néz, meg valaki mondja, hogy Szandi! Ismeretlentől jött, nem szeretné, hogy beolvassam a nevét. Ismeretlentől jött, nem szeretném, hogy beolvassam a nevét. Szóval neked nem ismeretlen, csak nem olvasod be a nevét. Nem ugyanaz? Ő pedig azt írt, hogy szia Szandi, velem is volt egy paranormális dolog. Még másodikos vagy harmadikos lehettem, mikor ketten maradtunk otthon a tesómmal. Mit emlékszel arra, hogy a másodikos... Tegye fel a kezét, aki emlékszik, hogy mi történt másodikos korába. Hm? Aztán nagyon megéheztünk, és lementem kajáért. Hú, ez nagyon para, hallod? Egyszer csak kentem a kenyeret, majd úgy éreztem, hogy... Kinyitottam a hűtőt, és olyan para volt, kinyitottam, és világított, és gyorsan becsuktam, és kinyitottam, megint világított. Nagyon para volt, hallod? Aki valami megfogta a vállam, és azt sugta a fülem, hogy a következő te leszel. Nagyon megijedtem, de a tesóm nem lehetett, mert hallottam volna, ha lejön. Amikor otthon valaki a saját házában, ahol elméletileg a legnyugodtabbnak kellene lenned... Hát annak kéne lenniük a gyerekeknek, hogyha nem ijeszgetnéd őket egyébként. És te ijeszgeted ezekkel a idióta hülyeségekkel. Amúgy meg nem is sminkelsz, mi van veled? Semmi? Ott ijed meg ennyire. Hát és akkor ketten maradtak otthon egyedül, Úristen. Elég pici gyerekek, hogy otthon maradtak volna egyedül, nem? Elképzelni, hogy ez milyen lehetett. Mondom, ez nálam már tényleg az a kategória, hogy fognám a kulcsot. Oké, bye, költözök, mert...
Na figyelj, akkor azt fogom csinálni, hogy a Szandit fogom ijeszgetni, és akkor eldobja a kulcsot, és nekem meg lesz egy házom. Hát ez tök jó. Szandi! Nem. Én ehhez tényleg túlságosan félős vagyok. Egyébként nekem azért is jó, hogy van két kutyám. Amúgy, hogyha félős vagy, akkor miért kell még a gyerekeket is ijeszgetni? De nem vagy te félős, hát látom az arcodon, hogy nem vagy te félős, csak ugye ezt kell tolni, mert azt nézik a gyerekek. Mert ők jeleznek, én akkor meg vagyok nyugodva, hogy a Nikó az akármi történik, ugat, annál... És itt most ellentmondtál saját magadnak, amikor kimész a parkba, valami csomagot kapsz ott, és mész, és a kutyával, és akkor... Ja, valami hangot hallottam! Mi a kutya az már rég ugatott volna, szóval nem hallottál te ott se semmilyen hangot. És a gyerekek, csak szólok, hogy átbasztiteket, nem kell elhinni. És egy vadász kutya, tehát ezek... Ezektől ide nem tudna bejönni senki, mondjuk, de mert konkrétan adsz nekik egy jutalomfalatot, vagy egy morzsát, aztán akkor már jó van. De... Szóval kedves betörők, hogyha mentek a Szandihoz, vigyetek jutifalatot. Esze sok van neki, tényleg. Ha valaki megjelenik a ház előtt, akkor ők ugatnak. Tehát akkor én már tudom, hogyha ugatnak, akkor vagy hazajött a szomszéd, vagy valaki jött. Vagy csak játszanak. De hogy jeleznek... Jöjjön akkor a következő sztori. Azt akkor, aztán levágja a haját ollóval. De meg én hogy állítottam meg? És el akartam tűzni a hajamat. Már a videó eleje, hogy ne kenjem össze, de már szerintem mindegy. Na nézzük. Mondjuk amennyire kened magadat, annyival nem fogod magad összekenni, mert nem csináltál semmit kb. Kövisztori. Kövisztori. Szeretnék megosztani veled kettő para élményem. Első történet. A barátnőmmel voltam, úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk a Randonautica nevű alkalmazást. A részvétel már előre tudom, hogy mennyire para lesz. Miért? Miért? Próbáltam. Szépen legeneráltuk a pontot, aztán elmentünk oda. Egy régi ház mellé vitt minket, aztán körülnéztünk. Amikor már feladtuk volna, egy nagyon ijesztő férfiszerű alakot vettünk észre, aki figyelt. Inkább úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk. Jól tettétek, tényleg jól tettétek. Ez a randonautika, vagy nem tudom, hogy én lehet, nem ezt próbáltam ki, az enyémnek az volt, hanem egy randonauting. Na, nem, szörnyű. Olyan helyekre visz el. Olyan helyekre visz el, elmentünk, elvitt egy öreg házhoz. Mondjuk Magyarországon a házak 98%-a öreg. Aztán oda vitt, azt ott állt egy ember, azt nézett minket. Mert nézett minket, hogy mi a fat keresünk ott az ő területén. Ahova én tényleg önként és dalolva biztos, hogy nem mennék el. Inkább ne dalolj. Vagy aztán bevitt egy olyan utcába, ahol egy az, hogy még soha nem jártam, kettő. Ez szerintem az egyetlen olyan utca a faluban, ami iszonyatosan sötét. Nem tudom, hogy lehet ennyire sötét egy utca, na mindegy. Mert nem fizették be a villanyszámlát esetleg. És tele van kutyákkal. Olyan szinten hangos, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy én ahogy csak tudtam, visszafordultam. Úgyhogy nagyon is megértem, és én támogatom is, hogy hazamentetek, mert nagyon félek. Lehet, hogy az egészet mi csak úgy beképzeljük, mert hogy lát... Be. Te meg még ijeszgetted is őket. Ilyen félelmetes videókat. Nagyon para, képzeld, de mentem, azt ott volt egy utca. Volt egy utca, képzeld, de hát ilyen, ez természet feletti, hogy van egy utca. Utca, utca, bánad utca. Interneten ezzel az applikációval, amik valószínűleg nem is igazak, de ki tudja? De mitől lenne igaz? Most letöltöd, vannak ezek a szellemkereső applikációk, keresed, és akkor valamit kér. Ne higgyétek már el ilyen hülyeséget. Aj, basszus. Ki tudja? Én is tudom, hogy nem léteznek szellemek, meg nem jön be senki a házba. De azért ijeszgetem a gyerekeket! Jó, de jó! I hope. De azért mindig a hátam mögé nézek. Nem lehet tudni. Ez is a barátnőmnél történt, lent voltunk a pincében, és random lekapcsolt a lámpa. Aztán persze ez még nem volt elég, utána becsapódott az ajtó. Mit keres a gyerek a pincébe? Alkoholista? Istenem. Igen. A pincés és a padlásos dolog nálam egyáltalán nem játszik, tehát egyelőre soha nem mernék felmenni a padlásra. Mert? Ha régen ott tároltuk a sonka, szalonna, kolbászt, és felmentem érte gyerekként is. Menni a pincébe, meg aztán végképp nem, mert hát... Akkor még nem ittál jó bort, a nagybátyám is lejárt a pincébe, aztán annyira para volt, hogy így jött vissza, hogy...
Vagy hallani, ahol bezárják az áldozatot a pincébe, vagy a padlásra, vagy a nem tudom hova. Fognám, eldobnám a kulcsot, aztán elköltöznék, hallod? Így mennék fel, fölmennék a holdra. Soha nálam is van padlás, soha nem voltam még ott. Hát pedig néha föl kéne menni összetakarítani, hidd el. Nem is mennék fel. Szerencsé, hogy félek még a létrától is. Sunday, nem állsz föl rajtam. Én engem padláson, pincében soha nem fogtok látni. Hát jó, hát ha nem szedted a bort, akkor biztos nem mész le a pincébe. Padlásra megmondom, néha érdemes. Lekapcsolódik a villany, becsapódik az ajtó. Én ott tuti fix. Tudod, a húzat az már csak ilyen, hogy becsapja az ajtót. Meghaltam. 100% no go by me, no go, no go. Én azt még akartam nektek mondani, hogy elég sok új kontenttel készülök, tehát lesznek új videó típusok is itt is, TikTokon is, meg egy... Amivel még jobban beszaratlak titeket, kedves gyerekek, mert csak ti féltek ezektől a hülyeségektől. Készülök új dolgokkal, szóval ha még nem követtek Instagramon, akkor ide teszem az Instámat, mindenféleképpen kövessetek be. Ott ilyen sminkes dolgokat szoktam kirakni a kutyáimról, Nikó kutyáról, Nala kutyáról, meg úgy. Meg hogyha minél többen bekövettek Instán, akkor kapok egy csomó szponzorációt. Az utolsó sztori, amit már hoztam, az Sophie küldte nekem. Szia Sandy, láttam az egyik videódat, ahogy mások elmesélik az ijesztő történeteiket, most én is elmesélem. Ez a múlt Halloween-kor történt, a barát... Ez a Halloween, én ettől is kivagyok egyébként. Én majd akkor fogok Halloween-t ünnepelni, hogyha az amerikaiak megünneplik a busójárást. Áthívtam filmezni, Annabelle-t néztük. De gyerekek, miért néznek Annabelle-t? Miért? Miért? Hogy gyertek fel, mi felmentünk, először... És fent lettünk. Hittük, hogy anya mondta, de az emeleten nem volt senki. És azt éreztük, hogy valaki követ minket, nagyon beparáztunk. Majd leesett az egyik kép a hátunk mögött, futottunk lefelé az emeletről, anya ott ült a fotelba, és elmondtuk neki, mi történt. Anya felment az emeletre, de a képek nem voltak leesve. A falon voltak. Nem hittük el. Visszaszögelte a szellem! Azóta is félek, hogy valami megint történik. És ez tényleg igaz. Ne nézzetek gyerekként horrorfilmet. Én felnőttként sem nézek horrorfilmet egyébként. Nézzétek szépen a Thomas a gőzmozdonyt. Ott a maximum para az lehet, hogy kisiklik. Úgy kb. Megszólalni sem tudok. Hát de beszélsz. Nem is tudom elképzelni, hogy valaha kétszintes házam legyen, vagyis nagyon tetszenek, és tök jó lenne, hogyha lenne, de egyébként pont emiatt félek nagyon, mert tuti, amilyen félős vagyok, tuti fix, hogy mindig azt gondolnám, hogy van valaki. Ha fent lennék az emeletén, akkor azt hinném, hogy lent van valaki, ha lent lennék, akkor azt hinném, hogy fent van valaki. Kamerázd be! Nagyon durva. Nem tudom, hogy ti... Veletek megszokotta az itt történni, hogy mondjuk este nálam elég hosszú így a bejárat az utcától az ajtóig, a bejárati ajtóig, és így konkrétan mindig versenyt futok az idővel, hogy minél gyorsabban beérek, és amikor bezárom magam mögött az ajtót, akkor így megnyugodok, hogy oké, nem történt semmi. Jézus! Te jó Isten! Ó, Istenem! Komolyan. Most, hogyha még igaz is lenne, mert egyébként nyilván nem, csak kell a nézettség, és ugye a gyerekek ezt nézik, akkor elég nagy baj, akkor menj a pszichológushoz, hogy te még az udvaron is szaladgálsz, mert félsz, hogy valaki kerget. Nem parázol, te csak elő kell adnod, hogy nézzenek. Egészen addig iszonyatosan szoktam félni, szóval nem tudom, hogy ilyen veletek is szokott történni. Ezek olyan furcsa dolgok. Na jó, hát itt még sminkelgetett, azt már nem nézem végig, mert nekem már az is para. Annyit szeretnék mondani nektek, kedves gyerekek, ne nézzetek horrort, ne nézzetek ilyen hülyeséget, mert ezért láttok, hallotok dolgokat, és ezért féltek. Köszönöm a figyelmet! Szevasztok! Ilo. Nem a Sandy jött be? Ha szeretnél támogatni engem és a csatorna fejlődését, akkor várlak sok szeretettel a csatornatagok között. A csatorna tagságot megtalálod a csatornán belül a csatlakozás gombra kattintva. Vagy a videóim alatt is megtalálod a leírásban. Majd megnyílik ez a fül, és itt ki tudod választani a tagsági szinteket, hívj meg egy kávéra, vagy válaszd a másik három szintet. Sok szeretettel várlak a tagok között. Köszönöm a figyelmet. Szia!